Üdv mindenkinek, G.V. Cooper vagyok, és ez a világ legbrutálabb 120. epizódja. A nyomomban vannak. Szólalt meg zaklatottan Günther Stoll, a németországi Wilsdorf település Anzhausen kerületében található otthonában, 1984. október 25-én este. Felesége aggódva tekintett férjére. Günther az utóbbi időkben sűrűn beszélt róluk hogy kik voltak ők, akikről folyamatosan beszélt neki a férje, nem tudta, hiszen kérdéseire a férfi sosem adott világos magyarázatot. Mindössze ennyit emlegetett. Ők a nyomonban vannak. Egyszer eljönnek, értem. Kik vannak a nyomodban, Günther? kérdezte halkan a felesége. Ők. Felelte szintelen hangon a férfi. Aggódom, érted is? El fognak kapni. Féltelek. Kárt akarnak tenni bennünk. Csönd telepedett a nappalira. A feleség nem felelt, Günther Stoll pedig tovább bücsörgött a fotelban, és gonterhelten merett maga elé. A felesége szerint olybát tűnt, valamint nagyon töri a fejét. Egyszer csak a férfi váratlanul felpattant a fotelból, és így kiáltott fel. Most már értem! Gyorsan a szekrényhez rohant, melynek egyik fiókjából papírt és tollat vett elő. Valamit ráfirkantott, majd kis töprengés után keresztül húzta, amit a papírlapra írt, a jegyzetet ledobta, és minden magyarázat nélkül kirohant az éjszakába, körülbelül este 11 órakor. Felesége ekkor látta utoljára életben. Az asszony odasietett a papírdarabhoz, és a kezébe vette. Az alábbi rejtélyes, különös szó állt a papíron. Jogce. A nő borzongva olvasta el újra és újra az értelmetlen, rémisztő betűket. Másnap hajnalban kapta az értesítést. A férje meghalt. Mesztelenül, véresen találták meg az autójában, még magánál volt, ám hamarosan elhunyt. Az eset az egyik legrejtélyesebb, felderítetlen Németországban történt halálesetként vonult be a bűnügyi történelembe. Mi történt pontosan? Hová rohant Günter Kik lehettek az általa sűrűn emlegetett ők? Hogyan halt meg a férfi, és miért nem állt össze soha egy kerek egészé a híred bűnügy? És mit jelent az a különös szó? Jogce? Próbáljuk kideríteni, tartsatok velem! Güntestól ezen felettébb furcsa közjáték után a Papilomba, a Winsdorfban található kedvenc kocsmájába hajtott a kékszínű golfjával, a férfi 35 éves volt, szakmáját tekintve élelmiszer technikus mérnök, azonban már egy ideje munkanélküli volt alig találni arról valamit, hogyan is miért lett munkanélküli, illetve miért nem talált munkát, hiszen egy tanult emberről beszélünk. Talán ezen tény összefügghet a már említett paranoiás viselkedésével, mely felesége és környezete szerint régóta fennállt. Stól meg volt arról győződve, valakik az életére akarnak törni. Erre még visszatérünk, azonban lássuk, mi történt vele, miután a papilonhoz ért. Stol belépett a kocsmába, és egy csapolt sört rendelt, majd a pult elé ült egy bárszékre. Amint megkapta a sört, Stol hirtelen lezuhant a székről, és a földre csapódott. Úgy tűnt, elvesztette az eszméletét. Néhány vendég azonnal odarohant hozzá. A férfi már magánál volt, és alaposan megsebesítette az arcát az eséskor. Vérzett is. Stol nem adott különösebb magyarázatot pillanatnyi eszméletvesztésének okára. Annyit mondott, hogy hirtelen elszédült. Fontos, hogy nem volt részeg, felesége szerint otthonról is józanul ment el, illetve a söréből egy kortyot sem tudott inni, hiszen azonnal leszédült a székről. A kocsma vendégei megerősítették, a férfi nem volt ittas, azonban mindenkinek úgy tűnt, a férfi zavart, és mintha szorongana valami miatt. Stól ezen esemény után elhagyta a kocsmát, beült a golfjába és elhajtott a helyszínről. Ekkor körülbelül fél tizenkettő lehetett, és hogy a férfi mit csinált az elkövetkezendő másfél órában rejti. Az biztos, hogy a következő észlelés egy órakor történt. Ezen időpontban megjelent a Winsdorftól 8,8 kilométerre található Heigeselbachban, Hessen régióban. Stoll ezen a környéken nőtt fel. Egy régi ismerősének és volt szomszédjának a házához hajtott, ahol eszeveszetten kopogtatni kezdett. Az idős asszony álmából ébredt, amikor meglátta a hajnali órában háza előtt álló stolt, megdöbbent és kérdőre vonta a férfit. A nő későbbi valomásában azt vallotta, stól ezt mondta neki. Borzalmas események fognak történni ma este. Az asszony megijedt a zavart stoltól, és azt tanácsolta neki, menjen a szüleihez, töltse ott az éjszakát, már túl késő van ahhoz, hogy itt kocsikázzon. Stól megismételte még néhányszor a közeledő borzalmas történéseket, ám nem fejtette ki, mire céloz. Egyszer csak bevágta magát a gépjárművébe, és elhajtott a Heigesel kerületi ház elől. A következő két órájáról szintén nem tudunk semmit. A legközelebbi időpont hajnal három óra, ám ezen órában kimondottan szörnyű állapotban találtak rá Günther Storra, aki egy elképesztő rejtét hagyott maga után 84. október 26-án. 1984. október 26-án hajnal 3 óra magasságában a Dortmundot és Aschaffenburgot összekötő dombos, erdős részek között húzódó 45-ös autópályán a Hagen Süd kiáratánál Heigeselbachtól körülbelül 100 kilométerre két kamionos egy különös látványra figyelt fel fényszóróik keresztüzében. Egy kékszínű autót láttak az árokba csúszva, a gépjármű mellett pedig egy fehér kabátos férfi sétált. Amint a fehér kabátos észrevette a reflektorokat, azonnal eltűnt a helyszínről. A két kamionos később sem tudott erről az alakról pontos személy leírást adni. A két sofőr azonnal kiszállt a teherautóból, egyikük az útszélén található telefon felé indult, hogy jelentse az árokba csúszott autót, míg a másik alaposabban szemügyre vette a golfot. Azonnal megállapította, a gépjármű igen súlyosan megrongálódott. Ekkor a kamionsofőrben megfagyott a vér, az anyósülésen heverő mesztelen vérző férfit vett észre a gépjárműben. A sérült személy Günther Stoll volt. A kiérkező rendőrök és mentősök kiemelték az autóból a súlyosan sérült stolt. A férfi alig volt eszméleténél, nem tudott magyarázatot adni arra, mi történt a kocsiával és miért mesztelen. Elhaló hangon suttogta, négy férfi volt vele, akik ellátták a baját, majd elmenekültek. Amikor megkérdezték, a barátai vagy ismerősei voltak-e ezek a férfiak, Stoll tagadólag megrázta a fejét. Günter Stoll a kórházba szállítása alatt elhunyt. A hatóságok halálát gázolásként azonosították, és kétség sem fért hozzá, gyilkosság történt. Ennek ellenére ügyét sohasem sikerült megoldani, természetesen számos elmélet látott napvilágot ezen rejtélyes halálesettel kapcsolatban. Előtte lássuk, a rendelkezésre álló adatok alapján mire jutott a rendőrség. A férfi testén található sérülések alapján a hatóságok biztosak voltak abban, hogy Stoll nem a Volkswagen golfjával szenvedett balesetben sérült meg, hanem valaki halála előtt elgázolta és keresztül hajtotta testén. A nyomozók szerint valaki elüthette a férfit, hogy szándékosan vagy véletlenül, ez már más kérdés, majd Stoll kocsiját belehajtotta az árokba. Ezután az elgázolt Stolt az ölébe vette és petette a saját autójába, hogy úgy tűnjön, Stoll a saját maga által előidézett intézet balesetben sérült volna meg. Az sem egyértelmű, Stoll önszántából vetkőzötte le, vagy levetkőztették. A nyomozás szempontjából fontos megállapítás történt, miszerint Stoll már mesztelen volt, amikor elgázolták. Tehát a baleset előtt már mindenképpen mesztelen kellett, hogy legyen. Bár ezzel kapcsolatban több más, egymásnak ellentmondó forrás lelhető fel, állítólag a ruházata az autóban volt. Ez amiatt lehet fontos, mert ez csökkentheti a külső beavatkozás tényét, de persze ki sem zárja. A másik lényeges dolog, ha ő maga vetkőzött le, vajon miért tette? Ezt a rendőrök a paranoiás képzelgéseivel kapcsolták össze. Tény, hogy torról környezete azt állította, halála előtt már jó ideje beszélt titokzatos, életére törő emberekről. Talán a halálának előtti napon, október 25-én azért volt kimondottan zavart, mert megérezte, hogy meg fog halni. Erre utal a Heigessel élő idős nőnek tett mondata, miszerint aznap éjszaka borzalmas dolgok fognak történni. Vajon a férfi készülhetett a halára? A hatóságok közel 1200 embert hallgattak ki az ügyel kapcsolatban, és közvetlen környezet úgy mint felesége is súlyosan paranoiásnak jellemezték. Azonban az is tény, hogy orvos nem látta, nem állt kezelés alatt. A paranoia, mint betegség diagnosztizálása jelentősen sokat változott az idők során. Ma a legkönnyebben üldözési mániának, irracionális szorongásnak, üldözöttség érzésének fordíthatjuk. Az is tény, hogy Stoll valószínűleg ebben szenvedett. De vajon alaptalanul szorongott, vagy valóban volt oka a félelemre? A nyomozás során feltűnt egy drogkereskedelmi szál és egy bizonyos hollandiai út. Ez szerint Stoll azon az éjszakán Hollandiába tartott, hogy egy bizonyos mennyiségű és fajtájú kábítószert vegyen át drogkereskedőktől. Ám ezen nyom teljesen megalapozatlannak bizonyult. Stolt semmilyen formában nem tudták összekötni ilyen körökkel, illetve egyáltalán nem volt nála nagy mennyiségű pénz, már pedig egy ilyen ügyletet anélkül nem tudott volna lebonyolítani, még ha csak egyszerű futár is lett volna. A kulcs minden bizonyal azon rejtélyes alakokkal lehet kapcsolatos, akiket Stoll sűrű nem legetett halála előtt, legyenek azok valós személyek, vagy akár képzeletbeliek. Az előbbire az lehet a bizonyíték, hogy a stolt megtaláló két kamionos váltig állította, láttak Stoll golfja mellett egy fehér kabátos személy.

ez a titokzatos alak valamikor a segélyhívás és a hatóságok kiérkezése között tűnhetett el az autópálya mentén. Néhány sofőr arról számolt be, hajnal három körül egy kis teherautó jött velük szembe Frankfurt felől, tehát akkor már látnia kellett volna stol balesetet szenvedett golfját annak, aki vezette a teherautót még azelőtt, hogy a két kamionos megtalálta. A sofőr mégsem állt meg. Megint más szemtanúk azt állították, a hajnali időkben láttak a Hagenszüt kiáratnál, nem messze összes árokban heverő golfjától egy stoppost. Sem a kis teherautó sofőrét, sem a fehér kabátos férfit, sem a stoppost nem sikerült azonosítani soha, pedig ennek a három illetőnek biztosan látniuk kellett a golfot, mégsem jelentették a segélyvonalon keresztül egyedül a két kamionos. A rendőrség abban sem volt biztos, Stollal halála előtt valóban volt négy férfi, esetleg csak vizionálta őket. Ami száz százalék, egy ember biztosan tud mindent a körülményekről, az, aki elgázolta a munkanélküli élelmiszermérnököt. Nagy vonalakban ennyi, amit a rendőrségnek sikerült megállapítania. Mielőtt mi folytatjuk a nyomozást, térjünk rá ezen hátborzongató történet egyik legfontosabb elemére, Stol kézzel írt cetliére, mely sokak szerint az ügy megoldása lehet. Egy szó, jogce. bár egy különös haláleset önmagában is döbbenetes, az ügyet még furcsábbá teszi az a bizarr videó elején bemutatott szó, melyet Stoll halála előtt négy órával firkantott le az otthonában. Sajnos az eredeti cetli nincs meg. Stoll felesége azt állította, ő is megzavarodott férjének bizarr viselkedése miatt, ezért nem igazán emlékszik, hová tette a cetlit, de valószínű, hogy kidobta. Az biztos, az asszony szerint a férfi a jogce szavat írta le a papírra, majd furcsa módon szinte azonnal keresztül húzta. Hogy egyáltalán miért írta le, majd miért húzta át más kérdés, először is vegyük szemügyre magát a kifejezést. A hatóságok alaposan utána jártak, és kijelentették, egyetlen népcsoport nyelvezetében sem szerepel ez a szó, tehát semmiképpen sem beszélhetünk egy hivatalos nyelv által létrehozott szóról. Íme a stol kézírása alapján rekonstruált szó. Vegyük sorra, mik a tények és milyen elméletek születtek a jogce szóval kapcsolatban. Sokak szerint az írás tévesen van értelmezve, és a gének mondott betű valójában egy szám, egy hatos. Sőt, talán az sincs kizárva, az Y után nem O betű, hanem egy nulla szerepel. Egyes elméletek arra igyekeznek utalni, talán Stoll annak az autónak a rendszámát vetette papírra, mely órákkal később elgázolta. Lehet, hogy aznap éjszaka egy találkozóra készült valakivel. Ezt valamilyen oknál fogva titkolta a felesége előtt, sőt, nem beszélhetett róla senkinek. Ezt az illetőt Stoll korábról ismerhette, így tudta az autójának a rendszámát. Másképp hogyan lett volna lehetséges, hogy órákkal a halála előtt írta fel a rendszámot? Sajnos ezen elmélet zsákutcába futott, ilyen rendszámú gépjárművet a rendőrségnek nem sikerült felderíteni. A betű és számkombinációs elmélet egy másik teóriája, miszerint az yo 6 tz -e egy valóban létező román rádiójel, azonban ezen ügyel kapcsolatban valószínűleg véletlen egybeesésről lehet szó. Talán az sincs kizárva, a jogce egy titkos betűkombináció lehet, hiszen ha fejjel lefelé olvassuk, akár a 027906 is kiolvasható belőle. Megint mások szerint a szó egy anagramma lehet, mely a zájgot ókori görög kifejezést jelenti. Az igóta a, a hím sejt és a női ivar sejt összeolvadásakor keletkező sejt neve. Bár így nem sok értelme van, talán stól, mint élelmiszermérnök, valamilyen élelmiszer összetevőinek a kifejlesztését esetleg megoldásán dolgozott, melyet valamiért titokban tartott. Ne feledjük, felesége elmondása szerint Stoll azon kívül, hogy zavart volt, láthatóan töprenget gondolkozott valamin, majd ezután kiáltott fel, mi szerint most már értem és írta le a papírra a hat betűt vagy számot. Olyan tűnt, mintha megvilágosodott volna. Vajon mire jöhetett rá? Emiatt kerültek felszíre olyan elképzelések, miszerint Stoll talán egy joghurtféle megalkotásán gondolkozott. Az YOG a joghurt első három betűjére, míg a T-Z-E a joghurtokban használt aromára utalhat. Természetesen a jegyzetet sokféle módon lehet értelmezni, hiszen bárki azt láthat bele, amit akar. Ezzel semmi gond nincs, viszont a legnagyobb probléma az, hogy a megoldáshoz nem vezetett el eddig még senkit, ráadásul számomra furcsa az eredeti jegyzetet, vajon miért dobhattak is tol felesége. Illetve miért nem kérdezte meg, hogy hová megy? Keveset tudni a házasságukról, valószínűleg lehettek is problémáik, ebben valamilyen szinten biztosan Stoll paranoiája is közrejátszhatott. Ugyan ki ne rémülne meg, ha házastársa őket üldöző, figyelő emberekről beszélne, ám a konkrétumokba sosem merülne bele. Ennek ellenére véleményem szerint a legfontosabb kérdés, vajon Stoll paranoiájának lehetette bármiféle alapja? Összegezzük az eddig elhangzottakat, és vegyünk át néhány elgondolást, mi történhetett Günther Stollal a halála előtti órákban, percekben, másodpercekben. Tehát, amit eddig tudunk. Stol már otthon is zavartan viselkedik, gondolkodik, egyszer csak felkiált, papírra veti a jogce feliratot, elmegy a kocsmába, itt elszédül és elesik. Ezután elmegy a majdnem 10 kilométerre lévő településre, és egy idős, általa jól ismert nőnél kopogtat. Innen is továbbáll, másfél óra múlva már az autója roncsaiban fekszik véresen, félig eszméletlenül, és négy férfiról beszél, akik megtámadták. Lássuk a lehetséges elméleteket. Pszichózis, kábítószer használat. Stol zavart viselkedése mindenképpen arra utal, hogy az elméje nem volt tiszta. Talán nem tudott megbirkózni munkanélküliségével, korábban kialakult pszichózisa pedig egyre jobban elhatalmasodott rajta. Pont ezért esetleg kábítószereket kezdett szedni. Ha a felesége tudott is erről, titkolta és nem beszélt róla senkinek, mert valamiért a súlyos alkoholizmus vagy kábítószerfüggőség társadalmunkban jelenleg is tabu téma. Stoll a pszichózis és a kábítószer függősége miatt egyre jobban úgy gondolta, valaki vagy valakik üldözik. Stól azon az estén kábítószert vett be, és újra a titokzatos üldözőiről kezdett halucinálni. Nekivágott az éjszakának, és bár a kocsmába vezetett az útja, látszólag céltalanul kocsikázott. Az eféle kóborlás jellemző a pszichózisban szenvedő emberekre. A kocsmában a kábítószer miatt lett rosszul, ezért nem is kérte a sört, inkább elment újra céltalanul kocsikázott, ekkor eszébe jutott a gyermekkorából a kedves szomszéd asszonya. Úgy döntött, meglátogatja, hát ha az asszony megnyugtatja. Zavart állapotában fel sem fogta, mennyi az idő. Miután a nő elküldte, még jobban elborult az elméje és pánikba esett. Nyomta a gázt, egyszer csak megállt és vetkőzött. Ez szintén jellemző a kábítószert fogyasztó személyekre, talán hirtelen túlmelege lett a szerhatásának következményeként. Ezután öntudatlanul rohangálni kezdett az autópálya mentén, amikor egy arra haladó jármű elgázolta. Tegyük fel, a stolt elgázoló sofőr egy ferde estéről tartott hazafelé, azaz az illető részeg volt. Mivel nem óhajtott magának rendőrségi ügyet, hiába nem szándékos gázolás történt, ezért megrendezte stolt idézőjeles balesetét, ahogyan azt a rendőrség is megállapította. Miután ezzel végzett, továbbhajtott és megőrizte szörnyűséges titkát. Ez egy abszolút elképzelhető elmélet, viszont ha így is történt, ki volt a rejtélyes fehér kabátos férfi a roncsnál? A két kamionos miért hazudott volna, hogy láttak egy fehér kabátos embert, ha valójában nem? Erre is van egy magyarázat. A fehér kabátos férfi lehetett a gázoló. Talán az autója messzebb állt, így azt a két kamionos nem vette észre. Amikor pedig a sofőrök megérkeztek, gyorsan a kocsiához rohant, és elhagyta a helyszínt. Titkos élelmiszer projekt. Talán Stoll belekeveredett valamibe. Talán egy titkos projektre bukkant, mely miatt az állását is elvesztette. Rájött egy az élelmiszerek összetevőit érintő visszaélésre. Emiatt valóban figyelték, sőt, talán fenyegették is, ennek hatására kezdett egyre jobban paranoiássá válni. Lehet, hogy 84. október 25-én konkrét halálos fenyegetést is kapott, ezért vált egyre nyugtalanabbá. A titkos általa felfedezett projekt nevét leírta, esetleg valamilyen élelmiszer mahinációs képletet vetett a papírra. Ezután a kocsmába igyekezett, hogy egy kis italal megnyugtassa magát. A kocsmában észrevette az egyik őt követő, fenyegető férfit, ezért ájult el egy pillanatra. Majd innen elmenekülve segítséget próbált kérni a volt szomszédjától. Ezután pedig pedig az őt követő négy férfi az autópályán elgázolta, majd úgy állították be az esetet, mintha Stoll szenvedte volna el önmagától a balesetet. Ezen teória viszont többsebből vérzik. Ha valóban fenyegették, miért nem kereste fel korábban, vagy aznap éjszaka a rendőrséget? Mert a volt szomszédjához egy idős asszonyhoz autózott le, közel 10 km nyire a lakhelyétől? Illetve Heigeszel Bagba érve, miért nem a szüleihez ment oltalmat kérve, mert az idős asszonyhoz? Az is fontos tény, hogy Stoll mesztelen volt, amikor elütötték, hiszen ruháin nem voltak erre utaló külsérelmi nyomok. Az őt követő emberek miért vetkőztették volna le, mielőtt elgázolják? Ennek így nincs értelme. Drogdiller kapcsolatok Tételezzük fel, hogy Stoll munkanélkülisége miatt a megélhetés veszélyesebb módját választotta. Drogdílerek futárja lett, ezen munkáját pedig természetesen mindenki előtt titkolta viszont ő maga nem volt egy bűnöző hajlamú ember, ezért idegessé és paranoiássá vált. Tartott talán a lebukástól, vagy a konkurens kábítószerkereskedőktől. Erre utalhat az, ők figyelnek kifejezés, melyet többször hangoztatott. 84. október 25-én este talán egy komoly és kockázatos akcióban vett részt. Vagy ő szállított kábítószert, például Hollandiába, vagy vásárolni indult, ezért volt kimondottan zavart, mert félt az esetleges lebukástól. Sőt, az az is lehet, az árut Heigeselbachban kellett átvennie, ezért tette a kitérőt. Tegyük fel, egy konkurens banda tudta, mire készül, ezért hajnalban leszorították az autópályáról, elvették a nála lévő pénzt vagy a kábítószert, melyeket a megbízójától kapott, és ott hagyták az útszélén. De akkor miért kellett mestenere vetkőztetni? Ez az a pont, ahol a legtöbb elmélet teljesen zavarossá válik, ki és miért vetkőztette le, mielőtt elgázolta. Mert biztosan elgázolták, ahhoz nem fér kétség. Idegen lények. Az idők során felmerült egy meglehetősen extrém elmélet is. E szerint Stolt idegen lények rabolhatták el, ezért hiányzik a halála előtti másfél óra, és ezért volt mesztelen is. Miután a földön kívüliek a kísérletek után kitették a férfit, a zavart Stolt kiszédelgett az útra, ahol egy szembejövő kocsi elütötte. Innen pedig minden úgy történt, ahogy már felvázoltam. A rémült sofőr nem vállalván a felelősséget, elmenekült a helyszínről. Ezen ügyel kapcsolatban fel Elették különös volt a rendőrség tanácstalansága is, sőt, nem is szívesen beszéltek ezen esetről. 1985. április 12-én Günther Stoll halálát bemutatták egy népszerű, rejtélyekkel foglalkozó német tévéműsorban. Innen vált leginkább ismerté a jogce ügy. Vajon a rendőrség nem véletlenül hallgatott róla? Az ügyet minden évben megvizsgálja a legfőbb ügyészség, a legrégebbi német heti lap, a Stern még 2017-ben is közölt ezen rejtélyes halálesetről egy cikket, ám ennek ellenére soha egyetlen biztos nyom sem segítette a rejtély megoldását. Vajon miért viselkedett zavartan Günter hónapok óta, illetve azon a végzetes októberi éjszakán? Paranoia, kábítószeres befolyásoltság, a kettő együtt, vagy valami egészen más dolog miatt? ki lehetett a fehér kabátos férfi, ki és miért vetkőztette mesztelenre a munkanélküli élelmiszermérnököt. Vajon halál a véletlen baleset, esetleg gyilkosság, mely bűncselekményt úgymond nem állt érdekében a hatóságoknak kideríteni? Mit jelenthet a rejtélyes jogce felirat? Egy delíriumban szenvedő, tébolyult férfi firkálmánya esetleg komolyabb jelentése volt? Az elhangzott elméletek közülti melyiket tartjátok a legvalószínűbbnek? Van esetleg egy saját teóriátok is az ügyről? Vajon egy sok rejtélyes nyom a rendelkező mégis egyszerű esettel állunk szemben, esetleg egy jóval komplexebb bűnügyjel. Gondolataitokat szívesen várom a videó alatt komment formájában. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide és a GV Cooper History csatornámra is, illetve kövess be a GV Cooper Facebook oldalt, ahová folyamatosan posztolok ki a csatornával kapcsolatos dolgokat. Illetve ha van kedve, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat nézheted meg. Köszönöm a tagoknak a támogatást! A következő epizód a jövő héten érkezik, melynek témája a a világ leghírhettebb bűnszervezetei, első rész, a rettenetes tágfolytogató. Szép napot, sziasztok!